Lányaik eladásával próbálja felnevelni a többi gyerekét néhány afgán család. Bár Afganisztánban évszázados gyakorlata van a gyerekházasságoknak, a háború és a szegénység miatt egyre több család látja a megoldást abban, hogy már egészen fiatalon eladja a lánygyermekeket. Mohammad már két lányát adta el, legutóbb a 8 éves gyermekét 3000 dollárért. Nem is láttam őket egy éve. Nem láttam ezeket a gyerekeket. Elvitték őket. Mi pedig nem tudjuk kifizetni az oda-vissza utat, hogy meglátogassuk őket. Azóta nem láttuk a gyerekeket. Az anyjuk már teljesen tönkrement a gyerekek elvesztése és a nyomorúságunk miatt, mesélte az afgán férfi. Kailan családjában nem az éhezés, hanem a tradíció indokolta két lánygyermek eladását. Egyiküket egy olyan férfi vette meg, akinek utána nem maradt pénze eltartani a lányt. Najibe a lányom, és 50 ezer afgániért nagyjából 500 dollárért adtam el. A férje kifizette a pénz felét, a másik felével még tartozik. Ha a lányom férje kifizeti a fennmaradó összeget, elviszi magával a lányt. Naziát 100 ezer afgániért adtam el, és a férje el is vitte a házába két éve. Most viszont nincs mit enniük, ezért ide költöztek az én házamba, és én tartom el őket, mondja Kailan. A néhány hónappal ezelőtti tálib hatalomátvétel óta tovább romlott a humanitárius krízis Afganisztánban. Az ENSZ szerint az emberek csupán 5%-ának jut mindennapra elég ennivaló, a társadalom fele éhezik.